Ónos esőben és fikázásban gazdag jó estét kívánok mindenkinek. Sziasztok! Kurva egy alacsonyan, alacsonyan, röpködnek az ónos fikák, és így összefoglalnám azt, amit kell ah, mondani. Sziasztok! Hello! Hello, bello! Charlie ukázba azt, hogy a, a, azt a, adta, hogy gyakoroljam. <laughs> nem tudom beszélni. Gyakoroljam. Nem, de a nem tudod. De nem tudom. Sziasztok, fonéma helyes kiejtését. Nem, az a baj, hogy a vége sziasztok, fonéma helyes kiejtését kéne gyakorolnod. De azt... Nincs, hogy ma nem csak az ónos esős fikák, hanem a sziasztok is alacsonyan szállnak. Igen. Jaj. Na mi történt veletek? Kezdhetitek még az időjárással is. Van időjárás, felénk van. Jár az időnek, is? Igen, igen. Minden nap megjön, de hogy minek, azt nem tudom. Porzalmas. Az embertelen szerintem ott a környéketek. Hát nem csak a tiétek, a miénk is, mert a a tiétek olyan nagy, hogy mire letakarítanák, gondolom a hóeltakarító munkások, meg ezek a jégtörők, addigra már le van taposva. Na nálunk ez úgy csúcsosodik ki, hogy mivel lakópark, ezért ide be se jön a, ez a hó túró, vagy mi az Isten, eke. Úgyhogy amit az autók letaposnak, az, az olvadásig úgy marad. Mert az nem oszkú. közterület nálatok, csak. Hát közterület, csak tudod, ahova a Google m street view nem jön be, oda nem jön be az meg a izése a hó eltakarító. Tehát így, így végig tolja a főutat, de a lakóparkba már nem igazán akar bejönni. És tényleg, ahogy letapossák az autók, úgy-úgy áll a dolog. De ezt majd mesélem, hogy hogy milyen challenge volt ezzel kapcsolatban, de ti meséljetek, Aha. hogy nálatok mi volt. Mondjuk nálad is tudár lehet, mert ott az Alföldön még mindig ónos eső Hát figyelj, én a menetrendszerűen fél-hatkor kelek, és hát tudod, elintézed magad, öreg, tehát öreg vagy már, kicsoszok a fürdőszobában, <laughs> elintézed a dolgaidat és akkor ilyen hat óra felé érted a, a ugye most már nincs uh, juh challenge, viszont van kutya és fa challenge, ugye ennek örömére, és akkor itt úgy kiléptem az ajtó elé, azt a kurva, <laughs> így megmerevettem abba a pillanatba. Bementem a kis uh, ilyen, nem is tudom, ez ilyen felesó, fele, nem tudom én mi valami kutymasz, és akkor így két kis vödőre, tudod, végig a járdát, ki a, az utcára, ott is a, a, járdát, a szomszédunk az nem lakik uh, itt iszonyú rosszba vagyunk egyébként. Ettől egy bonanza a számított az eszembe, az, akit kerestél, már nem lakik ilyen itt. Igazi városi paraszt, de de tudod, eltakarítom előtte Zo. is a havat. Kihalt uh, minden című dal, ha jól emlékszem, a 91-es, a jel című igen. albumról. B-oldal egyes szám talán, bocsánat, én még arra is emlékszem, Jaj, hogy várjá, a várjá. hogy I meg. megy a barázdaért? érted? Állj meg, állj meg, mert erről eszembe jutott a következő szó, ö, sor, és arról eszembe jutott Mújó, hogy neked ma challenge van, mert ugye úgy szól, hogy mert kihalt minden zenese szól, nincs Beethoven, nincs rock and roll, és te ígértél erre a hétre egy húzást a hegedűn, úgyhogy... Ah, de azt mondtad, hogy nincs. Szólok neked, hogy mi nincs. hogy be kell, hogy tartsd az ígéreted, mert egyébként kutyának fognak minket tartani a podcast én Nem tudtam magyakorolni, de akkor ki kell mennem, mert elfelejtettem behozni. Semmi gond, Menjél, adig, addig esélek. Jó, jó. De akkor lemaradok a téli meséigre. Na mindegy, sietek. Okay. Nem érdekes. Majd meghallgatod. Jó, tényleg ezt meg is lehet hallgatni. <laughs> Hihetetlen komolyan. Nem csak beszélni lehet szóval a ezzel, ezzel, indult uh, reggel a challenge, hogy felsóztam a, a, az magunk előtt, meg poroztam, meg nem tudom én mi. De azt tudod, hogy nem biztos, hogy minden esetben hatásos az egyébként? Mert én úgy hallottam, Ö, Pont a sószórás miatt, hogy, hogy az valamilyen mínusz 7-10 fok környékén ha leszórják, tehát azért nem is sóznak utakat már olyan baromi hidegben, mert hogy nem fejtik ki a hatását. Nincs, mert ugye nincs meg értelme. Megolvad, aztán megfagy újra. Nincs értelme. Ez az, ez az egyik. Ugye a másik, hogy csúszásgátlónak kéne lenni, és akkor én azért szoktam így fűrészporral még utána felszórni, mert Tudod, hogyha utána még ö, le is megy mínusz 7-8 alá, belefagy a fűrészpor, az már pont olyan felület lesz, hogy nem ilyen sík jég, és akkor még ettől lehet ö, közlekedni a, ö, az úton előttünk. De hát ez ö, fa, falun ez, ez így, így indul a, a, a napod, ér, tehát, hogy ha hó van, akkor havatlapát, az nyilván az előtted lévő járdaszak az, az a tied. Ö, igazából nem, nem, nem tudom, hogy ez milyen felelőssége jár. Tehát ha valaki előtte mesik el, és kezét, lábát töri, akkor én vajon felelek-e érte? Állítólag igen. Az, az időjárása felelős. én még nem hallottam olyat, Charlie, hogy, hogy bepereltek volna. Hát nem hallottál, házt, de ezt mondják, most. ezt mondják, tehát ugyanúgy, hogy a BKV a buszmegállókat, a... Én is úgy tudom, a hogy a saját portád előtt a te felelősséget, hogy Igen. biztonságos legyen a közlekedés. De erről ha az úgy utat... mondjuk nálatok egy társas ház érted, akkor mindenki nem, kicsi nem, nem, méri, vagy nem. fölfesti azt a járdára a maga de, 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 a házmester feladata, aki intézi ezeket a dolgokat, én annak idején ezt pont ma jutott eszembe, gyerekkoromban sokat takarítottam házakat, és pont ma ezen a szar időben kim voltam az utcán, ugrott be, évek óta eszembe se jutott, hogy, hogy bizony télen ott nekem lapátolnom kellett a havat, meg sózni a jeget, meg minden szar, úgyhogy ez... Hát illetve extra, ezt a társasháznak szerint... az, az sms ébe vagy mi az anyámába kell foglalni, hogy ezt a társasházkezelő, vagy egymás között vetésforgóban a lakók, vagy hogy hogy oldják meg és ki. Emlékeztetek egyébként gyerekkorunkra, hát ugye mikor mi voltunk gyerekek, mondjuk Krisztián a 80-as évek elején, hogy akkor még az is mentem, hogy a forró hamuval. Az utcát. nálunk. A az nem, te, nem, nem biztos, hogy az forró volt, de hogy a. Ham, tehát a hamut azt én is elszórom mindig. Úgyhogy ugye fatüzelésű kályhánk van, és akkor ezt a fahamut, ugye ez egy ilyen nagyon klassz. A könnyű kis hamu, azt mi gyűjtjük egy helyre, egy száraz helyen, és ha ilyen idő van, akkor bizony a hamu nagyon jó tud működni, mint csúszásgátló adalék. És nem marja szét az ember cipőjét sem. Krisztián, emlékezzünk Például. csak vissza, hogy mi van mostanában Budapeste? Smogriadó. Mit csinált a FIFIKA idáig? Mit mesélt? Fával, tüzel, utána hamu szór. Hát az, Ez csoda. Ezért van itt nálunk smog, basszus fifika, hát észnél vagy? Szedd már össze Igaz. magad, baszki. A dóci rém miatt van itt Pesten izé már. Mióta smogriad? Miatt az, az, a helyzet, hogy nálunk mozog a levegő. Tehát igen, felénk. Három, három, kilométerre van a Tisza, és Dóc egyébként bármennyire hihetetlen, az al, tehát most azért senki ne vigyarogjon, de az alföldön, tehát egy ilyen dombon van, egy pici dombon. És aki jön be hozzánk, az érzékelés, is, hogy fölfelé ö, kell menni, és, ö, és ez miatt jobban mozog a, a levegő. De hát az, hogy fával tüzelünk, hát figyelj, nem, nem tudom, tehát a gáz meg hihetetlen drága. Hát Szerintem. értem én, hogy egyszerűbb kimenni a határba azt ott lecsapni két akácot. Hát nem így működik, Charlie. Jó, ne, ne a... nekem, ne nekem. De, hát figyelj, elképzelem, hogy működik. Elképzelem, hogy Mész éjszaka fekete vágni tudod. Lapo, lapos kúszásban fekve így a, a fának a törzsét, így egész a föld fölött így csapkodod anyuk, anyuk, dobd rá a kötelet, és húzzátok befele, és aztán reggel, ön volt az ficsorú, én nem, de hát a nyomok ide vezettek a fászhoz, és látszik, ahogy a hóba húzzátok a csíkot a fával. nem mi volt? Két, két, problé két probléma van azzal, amit mondasz. Egyrészt nálunk az erdő egyik része, tehát ami például hozzám közel van, az tele van uh, skulóval. Tehát ha én oda kimegyek fát vágni, akkor, akkor egy, egy, kivágom a golyófogót, tehát kvázi, érted? Ez az ide szindróma. Kettő, meg hát azt a fát nem is tudom, vasférésze kéne vágni, mert annyi lőszer maradék van a, a fákba. Az jutott eszembe erről a nagy tüzelésre. hogy globális felmelegedés sponsor by FIFIKA. FIFIKA, akkora, akkora szén-dioxid termelő, hogy nyilván tartják az ilyen klímakonferenciákon, sőt, saját nevén szén-dioxid kótával kereskedik. <laughs> Az van, az van, hogy... Annyiuk, vegyünk tehát, Kínától egy kis széndiokszid kvótát, már, mert most nagyon be, be kell fűteni. és be kell, hogy valljam, hogy a kínai jutam az erőszó, gyakorlatilag, hogy az elkövetkezendő tíz évre megvegyem a széndiokszid kvótámat. De Csuk, sikerült. <tos> Azért <tos> maradunk továbbra is a fatizelésnél. Na ez volt az egyik challenge, A másik, a Csárli lefikázta, vettem egy, egy Xiaomi egeret. Értitek? Egy Xiaomi egérrel. Nem azt hogy lefikáztam, csak és... kérdezted, hogy szépe és én mondtam, hogy nem. És, hát és te... szerintem az. Szerintem meg az. Abszolút hát, az ergonómiát, az és... minden szempontból nélkülözi ez az egérte. Meg, <laughs> meg, meg, megduktam vele a megbúkot. A másik cucc, amivel megduktam a megbúkot. vettem egy Arturia Minilab midi vezérlő billentyűzetet, Hát gyerekek, fú, eszméletlen jó. Tudom, hogy Charlie, egy, te ezt nem tudod értékelni. Kettő, nem tetszik az én zenei stílusom, de hát ez legyen a te problémád, meg én igazából magamnak zenélek, meg inkább ez a 70-es, 80-as évek uh, progresszív uh, elektronikus zené állnak hozzám közelebb. És ehhez az Artúria billentyűhöz kaptam egy uh, egy olyan virtuális szintetizátor programot, amiben 500 ilyen hang volt, és azt meg lehetett bővíteni pici pénzért 5000-re. Úgyhogy most van 5000 olyan vintage hangom, hogy meg őrülsz, érted? Persze nem, tudom, hogy nem csak. Ezt akartam mondani. Jobban megőrülök egyébként Mujónak a, a cuccáért, amit nem sokára hallani is fogunk remélem. De előtte vezes föl, Krisztián, hogy mi ez. Mit fogunk hallani? Igen. Micsoda? Hát ne, ne add elő. Tehát, hogy mi az, amit most Jó, nekünk... Jaj, már megint az, hát most rögtön, még nem készültem föl lélekben rá. Gondoltam, megkérdezett, hogy mi történt velem a hét. Hát úgy. Ha már beszél... ergonomikus egerekről Beszélhet... beszélsz, benyomtam Skype-on az én szuper ergonomikus egeremről egy képet hogy élvezkedhessetek. Nem rossz egyébként, Ö... de na én is valami hasonlóval dolgozom, ugye nekem a Logitechnek az MX Mastere van, és ott is még a hüvelykúj is föl van ugye programozva nekem, és pont azért szar most ez a kattintás nekem, de <coughs> majd mesélek, hogy miért szar. Ez a te egered, amit belinkeltél? Ez az én egerem, igen. Ú, meg. Ez olyan, mintha összecsukható lenne, de gondolom nem. Nem az csak, hogy ilyen, hogy mondják ezt rendesen tudományosan, tehát hogy nincs, ki, nem, 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 szilárd test, tehát nincs kitöltve a teste, ahol csak ott van kitöltve maga az egér teste, ahol érintkezik a készfelülettel, ezért ilyen kurva nagy darabok vannak kimarva belőle, és úgy néz ki, mint egy Transformers félig össze csuknál éppen magát, de amúgy teljesen, Péperc, nem gondoltam volna, hogy kényelmes lesz, persze akkor adódik a kérdés, hogy miért mi vettem III. meg. Porque... <laughs> <h envisioning> <asionos> <grave> já, úgy fogalmaznék inkább, hogy tartottam tőle, hogy lesznek problémák az ergonómia, de nem, igazából nem ahhoz képest, amilyen bizarrú kinéz egészen használható. És nekem viszonylag eseménytelenül, az nem igaz, hogy eseménytelenül telt a hetem, mert csütörtökön ugye megvolt a menedzser interjúm is, uh. állásinterjú interjú ügyben, és hétfőn föl is hívtak, hogy pipa ez is, úgyhogy mennénk tovább. Úgyhogy megkaptam a, a, az időpontot is, a, úgy hívják ezt tudományos nevén, hogy on-site assessment, amikor három napig együtt dolgozunk, hogy lakva ismerjem meg a az ember, ez pedig jövő hét szerda és péntek között lesz, úgyhogy most már nagyon-nagyon-nagyon a folyamat végén járok. Lehet nekem szurkolni. És ez volt ö, ö, ugye csütörtökön, ezzel kezdődött kvázi a hetem így podcast időszámítás szerint. Aztán ö, hétvégén Kinga elment egy ilyen hirtelen jött iskolás csoportos kirándulásra dobogó kőre, amit a Él, Hú, az én, nagy, az nagyon szép, nagyon szép gyerek. Nagyon szép képeket is mutatott róla, meg mesélt is, de hogy én annyira nem vagyok jóban a téllel és a téli örömökkel, hogy én nem tudtam rászánni magam, hogy hogy vele tartsak. Úgyhogy ilyen szalmaözve hétvégét tartottam, és így próbáltam ki Úgy mm. úgymond a, a, az agyamat, és, és nem csinálni semmit egy pár napig és ez ez volt a hétvégén. Ez nem jött össze, mert? Nem jött össze annyira, mert egy kicsit fordítgattam a, a, a debreceni videóidat, mert hogy azzal meg a héten nem tudtam haladni, úgyhogy azzal egy kicsit próbáltam utolérni magam. Azt hiszem, hogy erre gondolsz, ami, ami igen, nem jött össze. Igen, igen, igen. <kül> igen, igen, igen. Ja, persze, mert az volt a monstre nagy 35 perces videópont, ami, ami a Galuska professzor interjújával van megspékelve, meg ilyesmi, úgyhogy ez egy szép nagy falat volt, az vasárnapon fele az jóformán el is ment vele. Azt néztem egyébként, hogy nagyjából egy a hoz, tehát nem tudom én, egy tízperces perces videót egy óra normálisan beszinkelni és kultúráltan lefordítani. Úgyhogy örömmel töltötte, hogy már csak ilyen tíz perc közeli darabok vannak hátra. Igen, igyekeztem. Előbb-utóbb a végére érek annak is. És mi volt még? Ja igen, múlt héten ugye megkaptam a, a, a Nefi beadványát a, a holnap reggeli perre, úgyhogy a, a, a hetem így, igazából a, a tegnapom az javarészt azzal telt volna, hogy hogy befejezem az én anyagomat, és akkor ma terveztem beadni a, törvényszéken, de mivel nálunk tegnap a remek időjárásnak köszönhetően nem volt szinte egész nap internet, ezért aztán a megfelelő idézeteket se tudtam fölkutatni, csak este, így aztán csak ma sikerült a, a tanúkkal leszignáltatnom, úgyhogy már nem tudtam bevinni a törvényszékre, úgyhogy kénytelen leszek szégyen szemre, mint a nefi ott a tárgyaláson benyújtani a, dolgokat. Úgyhogy így, így borzasztóan korán fogok holnap kelni magamhoz képest. De most már remélem, hogy előbb-utóbb a végére ér a, 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 a dolog, és nagyjából szerintem ennyi volt a, a, az én hetem. És akkor most Úgyhogy jött el az a pillanat, hogy a kezeidet... Doppergés, hogy megtudjuk, hogy Csárlival mi történt. Charlie van, mi történt. történt. Nem, én arra gondolok, mert, hogy, hogy add meg hogy az ívet neki. nem történt vele semmi. Ö, is, semmi is, ö, de kérlek, hogy vezest föl valami megfelelően epikus... Ö Introval lét, szíves, <coughs> ami hegedűvel képződik. Nem készültem semmivel, basszus. Az a baj, és mondom, ma nem is gyakoroltam. Szerettem volna időt szakítani arra is, hogy. Ú, uh, el is hangolódott Szerettem volna időt szakítani arra, hogy valamivel érdemben tudjak készülni, de ez nem történt meg, úgyhogy valamit gubelálok az agyamból. Oké, okay, várjuk, akkor <coughs> megfelelő csend. Ez fájni fog, srácok, mert mondom, legalább a g az egész biztosan leeresztett, úgyhogy nem fogjátok élvezni. Szegény cica meg itt alszik, úgyhogy biztos, hogy föl ezek kúró hamisak szegények. Ráadásul a fülemen van a füles, úgyhogy hallani se hallok. Jaj, jaj, szörnyen rámpalázas vagyok. <laughs> Parancsolja szokott Krisztián, amikor meghallottam az elét Mikor ott gondolom a húrokat csak úgy ürösen húzgáltad Kicsit Black seal uh, After érzésem volt De aztán Ez megszűnt <laughs> <laughs> nem, ez... Jó, de jövő hétre nem... természetesen behúzod a húrokat, és akkor megmutatod. Én Jó, mondjuk nem, számítottam nem egyszerű, egy kérdem, trónok én... harca intróra, vagy valami. Ó, fifikám, én, na, én, nagyon... Ne nagyon, Fifika, segetősor. ne húz le, mert nem. sose fogjuk többet hallani. Még egy kis népzenét ide nektek a végére, csak ez ilyen nehezített feladat, mert törökülésben ülök fülhallgatóval a fejemen, és ez nem kifejezetten <laughs> az a póz, a kényelmesen lehetne engedni. Kurva, hamis? Na se baj. Nesztek Egy népdal. Zsír. zsír Király. Na. Ez fasza volt. <coughs> tofint... Ez annyira egyszerű, hogy az örökre beleéget az agyamba, hogy ez bármikor elő tudom húzni szeretsére. Ez olyan, mint én nekem, én... nekem a kis kecelányom. Tehát. Na, jó. Ja. De talán ennyi elég is lesz, mert rám az ajtót a tektől, hogy nemzetközi egyezményeket sértek itt emberkínzás és egyebek tekintetében. Na, megfelelő. Jövő hétre egy kicsit jobb. jobb megfelelő felvezetés volt. Meg, meghallgattuk ö, ö, mújó, hihetetlenül mély érzéki és idegeket borzoló hegedűjátéket. Most meghallgatjuk Charlie történetét, ami hasonló mély érzéki és, és idegeket borzolgató. Parancsolj! Köszönöm szépen a szót. Vége van végre a egy hétnek a Krisztián tudja a legjobban. Köszönöm szépen a tapsot. Az eredményeim hülyen tükrözik azt, hogy én nem voltam hajlandó a tüdőmet olyan szinten megerőszakolni mindenféle szar, tényleg szaros papírba tekert karton, papírral, hogy nem lett olyan durva a szám, de de karaj, karaj a dolog, így is, tehát szarabb volt, mint, mint annak előtte. Ö, és nem tudom, adásban a tiedet kibeszéltük, Krisztián? Hogy ö, milyenek lettek az értékeid, és miért? Ö, nem emlékszem, az igazat meg beszéltünk Jó, róla csak szerintem, mert én nem akarom, tudod annyira kibeszélni, hogy, hogy, ö, hogy ö, miért hívták egyből az újraélesztő tímet hozzád. Minden esetre nekem is van egy kis parám most. Na, képzeld el, hogy a, az első értéknél tudod a jobb meg a bal lebeny, uh -huh. és a, a bal lebenynél nekem az alsó egyharmad az, az, az úgy hiányzik valahogy a képen. Hmm. És így azt írták oda, hogy vizes, kérdőj el. Úgyhogy most reménykedem, hogy a, a mostani ö, értéknél ott ott igencsak nagy ö, levegős lukokkal dolgoztam, hogy hát ha Hát, ha csak valami múló dolog volt, de az viszont kurva jó, hogy képzeld a, a jobb tüdőlebenyemnél, ugye ott voltak azok a referencia értékek, hogy mit tudom is én 58-tól 90-ig. Uh -huh. És a nagyobb a jobb. Na hát a jobb tüdőértékemre sikerült egy 90-est, tehát egy maximumot abszolválnom. Pulszáj! Elektromos Bullseye. cigaretta. <laughs> ez tényleg így van, el, elszív 200 cigit, és már jobban van, nem? Tehát... Ennyi. És hát majd most ki fog derülni, jövő hétre gondolom, hogy milyen lett a dohányos érték. Borzasztó szenvedés volt. Azért nem raktam még ki egyébként az utolsó videót, egyik az a kezem miatt, majd mindjárt kitérek arra is, a másik pedig, hogy szeretném, hogy egy kicsit lecsillapodnának bennem a, az érzések. Összevagdosok, mert én, én észrevettem azt az ívet, ami másnál négy-öt napnál jött elő, az nálam öt napnál jött elő, és, és onnantól, tehát ez a fú de szar, nagyon szar, szar, kicsit szar, szívom, tök mindegy feeling az megvolt, úgyhogy azt még korrektre akarom vágni a videót, ami egy picit hosszabb lesz, mint 10 perc. Ö, és, ö, és ugye történt egy baleset velem időközben, ö, pont Tosan már a napot nem tudom megmondani, de jöttem. Ja igen, az a lényeg, hogy az origen szépség gyűrűk, tehát egy kis is vonatkozás is volt. Kijöttem a postáról, kezemben a telefon, egy méregdrága teszttelefon a cégtől, tok nélkül, a másikban a cigi, venném ki a cigit, lépek le a lépcsőn, jég, csúszok. A fejemben volt, hogy egy hete láttam, hogy hogy tanítják a nyugdíjasokat, tudod így kiforogni ö, az esést. Ö, csak hát ez nem volt készségszinten bennem a dolog. Tehát a kiforgás az úgy indult először, hogy lebasztam magam térdre, aztán csuklóra, és onnan kezdtem a forgást, ami nagyon jó volt, mert tehát, az... o, 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 minden oldaladat akkurátusan oda Igen, a fejemet azt, ahogy. Tehát azt tényleg megvolt benne, hogy előrehajtottam, és akkor így a hátamra kiforogtam az egészet, az megvolt. Közben csörömpöl, és oda jött egy idősebb hölgy, segített összeszedni a cuccaimat, tehát a szépséggyűrűs boríték bontatlanul, a cigarettás doboz, az öngyújtó és a méreg drága ami <laughs> itt kell, hogy megjegyezem, hogy betóra érkezett, és csak az üveg előlap és az üveg hátlap nem sérült, meg a keret, tehát ezt így el nem tudod képzelni, hogy ez hogy történt <laughs> meg, de tényleg méterekre volt tőlem is semmi baja. Uh, viszont a kezem az baromira fáj. A térdem az akkora dudor lett, mintha még egy térdem lett volna alattom, nem viccelek. És hazajöttem, és aztán még uh, fáj, és aztán lementünk, meg visszajöttünk fáj, hát mondom, ma már elmegyek. Orvos időpontot kértem, elküldött a sebészetre, az meg, oké, okay. sorba álltam, elküldött röngelre, az meg, sorba álltam vissza, megnézte. Aha, és akkor itt a a, a új párnád és a csuklód, odaérkeztem. És ott egy egy csontszilánk letört, és az az, ami folyamatosan ilyen hasító, szúró fájdalmat okoz. Úgyhogy visszafelé megkaptam a gipszet, ez is kipipálva, nem se volt még. Úgyhogy gipszel vagyok, táppénzem. Tehát tulajdonképpen nem tört el De csak levált egy csontszilánk. Letört egy csontszilánk, igen, és az az, ami ami ott lézeng, úgyhogy hát azt mondták, hogy körülbelül egy hónap, egy hét. nagyon zavar, akkor kezd el így lassanként így fölfele terelgetni, aztán a végén kiköpöd. Igen, így. Úgyhogy hát ez most a dolgok állása. Ennyi. Ja, meg annyi, hogy... Eronnak elküldtem, nem tudom, azt írtam nektek, hogy elküldtem a Krisztián <coughs> általad lefordított ö, videót. És még a repülőgépen megnézte az első pár percet, nagyon tetszett neki, és ugye azt kérte, hogy posztoljunk minden nap a, a Billion Lives oldalára is, tegyük ki a videókat, hajrá, hajrá, hajrá. Úgyhogy... Értem a célzást, nem azért mondtam, hanem hogy, hogy tényleg... Ö, úgy, tehát mikor láttunk mi olyan tartalmat, nemzetközi tartalmat, amit a, a, a az ABL oldalára kirakatott, vagy kirakott volna, nem, ja, nem ja nagyon. Ja. Hát ebbe Ez is elsők józú. a magyarok, bassza meg. Úgyhogy, úgyhogy, ennyi. Én azt várom már tényleg, hogy meglegyen a, a komplet angol pak, de így is már bejelentkezett a, a, a Lisbeth, hogy lefordítaná azt hiszem, hogy svédre, meg norvégra, tehát ott két nyelvet ö, tud megoldani, és hogy megkérdezte, hogy azért ő tolhatja máshova is úgy, hogy, hogy tehát, hogy spread the word, hát oh, no, természetes baszki. Hát persze. Úgyhogy azt a részét elkezdi tolni az északi vonalnak, úgyhogy ennek is örülök. Úgyhogy... Esemény dús heted volt neked, Charlie. Hát, bár ne lett volna az, de hála Isten. Tehát a videóban, majd az utolsó részben meglátjátok, hogy, azt az eufórikus örömöt, meg hát nézzétek vissza a, az élőt, mikor jöttünk visszafele, hát ott madarat lehetett volna velünk fogadni. hogy... Hát de már lefele is, hogy láttátok a, a, a végét a dolognak. Várjál, Na, várjál. Le, Nem is fordítottam, de néztem a napi videóidat, és így az utolsó napokban az a... a már komolyan lát, tehát nem volt egészséges a fejed. Azt a és leépülést láttad. Ahhoz a, a lemondó, depressziós, szétsújszott fejhez képest, ami az utolsó napokban volt dohányzás közben, az a kicsit csak örömtáncot nem lejtettetek éppen az autóba lefelé menet. Hát addig, amíg nem tudom, nézted azt a részét az élőnek, hogy de most nem viccelek semmiképpen, majdnem megdöglöttünk az autópályán. Utána jelentkeztem be, hogy utána csatlakoztam Hát el, úgy képzeld el, hogy ö, elfogyott a cigi, Tominak elől a kesztyűtartóba, elkezdem mókolni, és ugye én nem láttam, hogy a Tomi azt nézi, hogy én mókolom ott, de közben, mit tudom is én, mikor elindultunk Pestről, valahol ott még gödölő előtt meg kellett állnunk, mert nem vitte az ablak törlő az ónos esőt, úgyhogy kapargatott. Na, ilyen időben mentünk lefele, és én kerestem a ködös kinti szar időben bent a, a maradék doboz cigét Tominak, és egyszer csak hátulról Boris egy kurva nagyot ordít, hogy fékez Tomi, vagy valami hasonló, és basz meg, akkor néztem, hogy a külső voltunk, előttünk ugye egy vagy poroszkál egy, egy kamion olyan 80 90 mi meg 130 al mentünk, és Tomi meg azt nézte, hogy megtalálom-e a cigit. Olyat fékezett, basz meg, olyan közel voltunk, a vides kurva faszba. Na, úgyhogy ilyen challenge voltak, meg egyszer túl, túlhajtottunk a lehajtón, tehát mondtam Tominak, hogy ma még egyet hibázol, meg ha megdöglünk, az meg sose érünk haza. Úgyhogy óvatosan. Uh, ja. Egy Jó, későn is értetek le, már tíz óra környéke volt. Igen, nézd. mert ugye az is belejátszott, hogy én dolgoztam éjszaka is, és, és ö, ö, később tudtunk indulni. Amit még felvetettem, a, a Dávid volt ott velünk is tápolni minket, hogy de ez ötlet volt csak mi nem is beszéltem veletek, hogy mondom Dávidnak, hogy, hogy hogyha lenne valami közérthető leírás, vagy egy átirata majd annak a tudományos szösszenetnek, amit a, a prof majd ugye publikálni fog valószínű a, a, mindenféle nemzetközi orgánumokon keresztül, akkor, akkor esetleg az Egyesület is meg tudná azt csinálni, hogy ha itt van egy ilyen könnyen emészthető valami, akkor egy ilyen fizetett MTI cikkben kidobná az Egyesület, hogy, hogy itt van, és akkor, hát, ha azt is így, ha már a sok hülyeséget átveszik, akkor ezt is átvehetnék. Csináltunk már ilyet, Charlie, de nem, nem harapnak rá. Hm. Tehát volt, volt már uh, MT, ugyanis uh, az Egyesület, uh, azt hiszem, évi uh, 6-8 cikket uh, gyakorlatilag a, az MT-nek átküldhet, vagy hírt, ha úgy tetszik és ezt van is szerződésünk az MTI-vel, és ezt gyakorlatilag leközlik valami nagyon előnyös áron. Egyébként azt hiszem, egy ilyen MT is közlés, egy, mit tudom én, egy négy bekezdéses cikket írsz, akkor 30-40 ezer forint. Tehát nem egy ökör ára. De olyan hírflow van a, az MTI oldalán, hogy egyszerűen nem fogják, pedig direkt úgy csináltuk, hogy ilyen hajnali négy óra tájba raktuk be, mert ott hajnali ötkor kezdik a szerkesztők összeválogatni uh -huh. az anyagot, stb. 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 Tehát tényleg odafigyeltünk mindenre. Nem, 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 nem működik. Apró, ö, apró észrevétel, beraktam most, hogy nem tudom, tehát nem most, még adás előtt, hogy felvétel lesz, majd csak nem tudom, hogy mikor fogom kitenni, és akkor kim volt ott egy gipses kézről egy, kéz, egy fénykép, valaki oda kommentelte, ó, oh, fuck, jobbulás, remélem a gips kulák. Természetesen Blackie volt az első, ja, meg ugye Krisztián Kamu, tudjuk, hogy egész alakos szobor készül rólad. Zseniális emberek vannak. Aztán jöttek itt, hogy hát ez hülye látvány, és is Charlie Brown kijöntve, bronzból zseniális. <kül> Krisztián közben, ezt nem tudod elkumantani, most írt a Skype-on, hogy lag 34 percnél. Hát nem igaz, lag 34, mújó Fölírom, természetesen biztos nem volt neki ö, restartja. Na mindegy. Úgyhogy kurvára várom az eredményeket, meg, ö, meg úgy mindent. Most már sokkal színesebb ö, benne látjuk a világot. Mi nem olyan látványosan dobtuk el a cigit, mint te, és az a baj, hogy itthon hagytam a benzin a öngyújtóhoz, mert föl akartuk gyújtani a cigit, de segítségű hívtuk gazdagferi apósának pálinkáját, tehát megálltunk az első pihenőnél, és az összes cigarettát egy kupacba hordtuk, lelocsoltuk pálinkával, és begyújtottuk a picsába. Úgyhogy arról is van egy kis videó, nem, nem nagyon akart begyulladni, de, de hát természetesen elparázslott. Úgyhogy... Úgyhogy az is meg lett örökítve, hát mi, mi, így szabadultunk meg, hogy más ne tudja azt már fölhasználni. Szokatlan is volt utána, hogy nem kell trafikba járni, de, de tényleg, amit az egyik videóban is mondtam, hogy bennem volt egész héten, tudjátok, ez a kiürült a kedvenc málnás likviden flaskája, viszem haza, itt is ez volt, kiürült a cigis és elraktam az üres cigisdobozt. De mi a fasznak? De mi a fasznak? Hazajöttem, hogy majd megtöltöm. Emléknek. Hát de minden. Emléknek. Na, érted. És és rájöttem időközben, hogy ez az egész egy ilyen hatalmas nagy XP volt nekem, hogy hogy ugye olyan cigit szívtam, mint amit a Bárány Miki, te tudod, nem mondjuk ki a nevét, ez a uh -huh. egy mentol meg egy valami íz. És folyamatosan, de ezt minden videóban el kellett mondanom, hogy gyerekek semmit nem ér egyik se, tehát borzasztó szar, azzal is. És és ugye nekem az ötödik napig azzal telt a napom, hogy, hogy elpatintottam, a gyümölcsiszt az elején. Hmm, szar. Elpatintottam a mentoliszt a közepén. De akkor az nem volt jó. Akkor a mentoliszt a közepén, a gyümölcsöt a végén. És tudod, így játszottam vele, mint a tekerések, hogy milyen messze legyen a levegőtől, meg a levegőjuktól, meg mennyi likvid, meg mennyi volt, Na ez is ilyesmi volt, csak itt a pattintásokkal játszottam. És az ötödik napra döntöttem el, hogy na most nem pattintok ez semmit, milyen lesz. Na és akkor volt az, hogy nem marta a nyelvem elviselhetőbb volt, mint, mint azokkal, is és, és valahogy úgy, úgy túlélhető volt a dolog. Az meg hatalmas lökést adott, hogy bár attól függetlenül, hogy voltak olyan parasztok, akik úgy gondolták, hogy mi így próbáljuk kiélni, ferde hajlamainkat, hogy mi szeretjük, hogyha néznek minket szenvedés közben, és azért liveozunk, mondjuk a Tomi, vagy a Boris, vagy amit tudom, és inkább, hogy lehet leiratkozni erről a két csoportról, bazd meg, hogy 40-szer jön az értesítés, hogy itt valami videó nem érdekel, videó valami szarokra. Na, úgyhogy leírtam, töröltem, tiltottam anyám kinyát, nem érdemled meg, hogy nézzé minket. Viszont nekem hatalmas lökést adott az, hogy ott voltak emberek, akik folyamatosan szolidarítottak vele, velünk, velem, és akkor a lazán elment mondjuk 300 zsinórba. Csak azért, mert úgy beszélgettünk egymással, és, és, és mondták, hogy, hogy kitartást. Az, igen, az jó nem, volt. Nem a szenvedésre figyeltél. Igen, 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 igen. Mert hát csak könnyebb volt úgy, hogy itt tartok, ez van, az van, hogy van. Ők mondták, hogy, hogy mi van, mit csináljak, hogy csináltam. Úgyhogy jó volt, eltelt úgy vele az idő. Boris is azért tette föl ezeket a kérdéseket, hogy ilyen tematikus adásokat csinált ő is az egyháznak. Ö, ő offline csinálta, de, de azt mondta, hogy ez jó, mert legalább így beszél valamiről, elvonatkoztat arról, hogy fú, de szar ez a cigi, és úgy, úgy valamelyest elviselhető volt a dolog. Hát Kiférlek, úgy, hogy... Amikor véletlenül leköpte magát. Kicsoda? Ki, ki Ja! Boris lököpte ja, életben magát, ez igen. volt. Hát azt meg akartam örökíteni, hogy ahogy föltúrom itt a teraszról az egyheti nyál, hamú, meg minden szírszarta járólapról, azt a videóban már nem tettem be, tehát így fogtam, de én vagyok a hülye. Tehát fogtam a szemetes lapátot, ami nem fém volt, tél van, kín volt. Az első, tudod, beállítom hogy lassú legyen, 120 FPS-sel veszem az egészet, úgyhogy most megvan 120 FPS-sel, hogy az első törésnél szétroppan az meg a lapát 80 darabra. <laughs> <laughs> Kurva, na mondom, baszhatom a pacalom. Slow-mo lapát destroy. <laughs> slow -mo. Igen, ja. konkrétan ez volt, úgyhogy jóval hagyjuk a faszba, de tényleg gusztustalan az a, az a kuplerája, amit ott sikerült összehoznom egy hét alatt. És Nekem és két kérdésem lenne igazából igen? ezzel az egésszel kapcsolatban, most, hogy így vége van. Milyen feeling volt egy hét után visszatérni a kedvenc Málnáthoz? Krisztián, nem akarom a videónak lelőni a poénját, a legeslegutolsó ja, videónak, nem, de, nem. de katartikus, frenetikus überfasza, és még nem is a... Jaj, majdnem azt mondom, én is a legdrágább kazán, de, de az origenből szívtam, de csak egy kis pikót vittem alá is... Így is azt mond, gyerekek, tök mindegy, miből meg mit szívtok, de nem a cigarettát. Kurva jó érzés volt. És hogy már most is azóta napról napra ö, jönnek vissza az érzések, az ízek, a, a tudod, nekem úgy valahogy tényleg olyan volt, mint hogyha naponta végig mennék csiszoló papírral a nyelvemen. Egyre rosszabb, ja. egyre szarabb volt, és és most az így kezd, kezd kimenni. Oh. Na mindegy, Krisztián, szerintem ez nekünk azért volt kurva jó, mert hogyha innentől kezdve bármikor valaki egy azt mondja nekünk, vagy azt meri állítani, vagy tököm tudja, hogy, akkor mi tudjuk mondani, hogy gyerekek, mi kipróbáltuk egy hétig, és higgyétek el, kurva szar. Nincs az, az, nincs az ami meg fog minket ingatni abban, hogy bármikor is. Nem azért, mert, mert ha valaki azt mondja, hogy ez ugyanolyan káros, mint a cigi, azt csak simán hülyének nézzük, de hogyha valaki azt mondaná, hogy, hogy á, de, 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 semmi különbség nincs a kettő között, de van! De van, de van! Tudjuk majd ezt mondani. Hát bizony, érdekes, hogy hét volt, az, 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 az tuti. Én nem bántam meg. Egy kérdésem van még, Charlie, ugye most már plusz egy napom vagy, nem voltál ma idegbeteg? Ö, egyébként igen. Mondjuk nálad ez nehéz megállapítani. Én faszomról éve. beszélsz? Miről Szatom. beszélsz, bát meg? Arra, arra a hegyre már nem fér még egy lapát. Istenem, két ekkora búkó, és ezekkel csinálom az adást. <laughs> Aj, nem. Egyébként ö, igen, meg amit észrevettem, hogy az utolsó két napban volt ez a ö, fölkelek, és már érzem, hogy oh, az meg fölkerült az kívánom kívánom, Tehát úgy kívánom, a, cik, a nikotint kívánom. Meg, meg én képzett szarul aludtam. Tehát, hogyha nem kellett dolgoznom ott legalább három-négy napot, és, és mégis fölkeltem 6-20-6-30, legkésőbb 3-4-7-7 körül, de mondom, mi a francér? Azóta nincs ilyen. Jelzett az agyad. Azóta nincs ilyen. Érdekes. Meg hát ugye mi, hát. én nem... Az Archer, ő az volt, aki bent dohányzott a lakásban én nem. Meg sosem volt itt benne dohányzás, meg nyitott ajtónál sem, meg talán egyszer volt, hogy a lakásban dohányoztam, úgyhogy lumbágon volt, és így egy 20 perc alatt kivonszoltam magam a, a terasz ajtóig, ott rám a Nóri az ajtót, hogy fújjam kifele, mert látja, hogy nagyon szenvedek, de, de olyan nem volt, hogy bent, és, és tényleg az a legszarabb, hogy, hogy amit az egyik videóban is mondtam, hogy, hogy erre kényszerít a cigaretta, meg, hogy télben, hóban, nyáron, Esőben, monszumban mindig kimenjél azért, hogy ezt a szart szívjad a mínusz tízbe. Aztán jövök be, taknyos vagyok, nem érzek semmit, tehát egy abszolút minden szempontból fos. Ez az egész. Az hogyan, de te ezt még legalább szenvedésnek érted meg így az egy hét alatt, de amíg tényleg dohányoztunk annak idején, akkor ez a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy az ember kimegy és elintézi. Mondjuk én is a, annak idején a lakásba dohányoztam, én azt ma már nem tudnám megcsinálni. Nem csak a dohányzás, de hogyha az alatt, az én egy hetem alatt én nem dohányoztam bent a lakásba, mert emlékszem rá, hogy büdös és nikotintól tapadó volt minden oda bent. Azt nem nézted az egyik videónak a kommentjében, alul írta valaki, hogy ő szerintem mi rájátszunk erre. Mert az nem lehet, az nem létezik, hogy ez ilyen szar, mert ő heten, he, hetente egy-két szállat elszív, vagy havonta, most ezt már nem tudom, meg hogy neki az összes haverja olyan, hogy ilyen vegyes üzembe dolgoznak, és hogy ők ezt nem érzik. Hát oké, okay, kis csillag, csak hogy én négy-öt éve szívtam el az utolsót. Tehát én, én frankon tényleg az volt a feelingünk, amikor elkezdtük, vagy mikor ö, ugye az egy hét elkezdődött, hogy ö, mint, a, mint az általános iskolás első cigit. Mint Susan. Jó. Igen. Tehát mondom, én azt éreztem, tehát nekem meg nem próbált magyarázni, hogy azért, mert te hetente egyet elszívsz, és benne van az agyadban még, hogy milyen, te úgy gondolod, hogy az nem szar, de hidd el, hogy szar. Aztán még ezt két-három mondaton keresztül próbálta volna meggyőzni az én fejemet, hogy az már pedig nem úgy van, de hát ez... Esélytelen, esélytelen. Higgyétek el, Krisztiánnak is, nekem is szar. Igen, most már vagyunk egy páron, akik végig tolták ezt a hetet, és <laughs> kurvaroz. Azt sajnálom, hogy Fifika nem tudta végig tolni. De hát ő kiesett, ki, 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 ki mert ugye Kínába baz meg cigizget. Ja. Hát ez van direkt csináltad, hogy ne kelljen elmenned a vizsgálatra. El, ja. Elszabotálta jövő a vizsgálatot. Jövő héten is megyek Kínába, mert rá akarok gyújtani. <laughs> Na, úgyhogy tényleg... S, ez a Kimegyünk cigizni, menjünk. Repje egy útlevél, meg van, meg. Menj. <laughs> Várjál, a vízumot kért. <laughs> Látogatás célja, dohányzás. <laughs> Igen, és akkor a következő, a következő meg az is, ez egy zseniál átkötés, hogy, hogy, és úgy megy ki dohányozni természetesen, hogy nem Apple telefon van nála. Mert hogy? Mert hogy? Az Apple az Apple eltávolítatja, illetve nem hagy, az az eltávolítatjával még nem vagyok tisztában, nem olvastam teljesen 100%-ig a cikket, de új alkalmazásokat, amik a vépeléssel kapcsolatosak, nem hagynak jóvá a sztorba. Érzd, ellenállás, húzalmérés, számítás, ö, mióta nem dohányzol, és ezek ö, mindenféle variánsai, likvid keveréskalkulátor. Valamelyik vaper fórum, talán a Planet of the Vapes-nek a, a mobilos alkalmazása, amivel fórumozni lehetett volna, az is ment a szemétre. Ezek egyre hülyébbek lesznek, komolyan én úgy mondanám, hogy elfészbukosodott az Apple is, mert hogy pontosan ugyanazt a, az érvet hozták föl, hogy azért nem lehet, mert a dohány termékek fogyasztásának a népszerűsítése, punktum. Mi van? Ja, kíváncsi leszek, hogy mikor, mikor lesz az, hogy kiírja nekem itt a rendszer, majd mikor a Skype-on beszélgetünk, a párásít és a, sőt, mikor a podcastünket letiltják majd a picsába. Azt mondják, hogy unsupported. Höh, saját platformot kell fejlesztenünk, Krisztián. Jó, hát ott azért, mint amerikai cégnél, én, mint a segét jogi oldalról védeni próbáló lépést megértem, természetesen, mint elszigorított a használó és mint ezzel foglalkozó ember nem, de hogy ott elég nagy a nyomás, meg a káosz náluk most az FDA őrültködése miatt. Úgyhogy lehet, könnyen lehet, hogy azzal van összefüggésben. Én egytől, ugye... egytől fostam össze magam, mikor a, a cikket elolvastam, illetve csak a címét. És ugye nem erre asszociáltam egyből, hanem hogy én folyamatosan a gép előtt ülök és gőzölök. És mondom, hogy nem-e volt-e valaki olyan hülye, mint én mondjuk, hogy kurva sokat gőzölök a gép előtt, és ugye ennek úgy van kialakítva a ventilátor, hogy a billentyűzet mellől, tehát a billentyűzetből szívja föntről a levegőt, meg hátul a hmm. monitor, meg a zsanérnál tolja ki, meg szívja be. És mondom, nem-e valaki bazmeg meg annyit gőzölt, hogy tudod, az ott beszívja, ott processzor környékére mindenhova lerakódik, akkor a port még jobban oda magához rántja, és egyszer csak zárlatos lett, visszavitte, és aztán kiderült, hogy bazd meg tele van végével, hát ezért, és akkor nem, nem érvényes rá a warranty. Úgyhogy mondom, ú, nehogy ez legyen, azóta így egyfolytában így elfele fújja a gép a füst, vagy a gőz, de... na, ez is érdekes. A ciginél ott mindig gőzt mondtam. Faszom. Totális meghasonulás. Szóval ezért fostam össze kicsit magam, aztán rájöttem, hogy jó, jó van csak az alkalmazásokat hát arra. Igazából pont teszek rá, hogy, hogy mi a túró van, mert let, letöltöttem, meg föltelepítettem ezeket, de sose használtam. Most mit, ha, mit számolgassak ezzel, amikor mindig ugyanazt az egyhúzalt használom? Körülbelül tök mindegy hány menettel, mert hát a mai csodakészülékek egész jól kezelik azt, hogy bármilyen ellenállást rá tudsz tekerni. Ja, és azt nem tudom, mondtam ennek nektek, hogy megszabadultam egy pár kacatomtól. Ő, nekem szegről Ő... mesélted, igen. igen. Tudtam, hogy van eladó ez az. Igen, lapátra tettem az összeset, és jön a következő. Úgyhogy ja, ja, ja. az energia megmaradás és az anyag megmaradás törvénye. Tehát már megint a fizika. A mód nem vészel, csak átalakul. Igen, átalakul. Így van. Ja. Olyan, erről az erdős az a mechanikus modokra, és akkor most cserélsz mindent, vagy mi van? Micsoda? Beparáztál a mechanikus modokra? Ö, nem, hmm. nem konkrétan. Meghallgattad a múltkori adásunkat, vagy mi történt sem? Ö... Nem hallgatok ilyen podcasteket, te. Ez nekem ez, ez, ez túl hosszú. Nem lehet, hogy csak de a dokinak hosszú. a beszédét vagy ki belőle, és azt abból csinálunk egy podcastet? De, de. Jó, okay. de. Azt kéne. Bár, bármit lehet. Jövő héten csináltatok magamból nyalókát. Szopóka nyalóka. Ezt most, ezt most elképzeltem. De Nem kellett volna. A, mint a kakasos nyalóka, az a piros, röccsöntött üző, csak fifikából. <laughs> De az... Az, jutott nekem, mondja. Nem, az eszembe jutott, hogy melyik, melyik tehát a teteje viszonylag hamar elfogyna a feje, viszont a, a pocaknál ott, ott, el lehetne időzni. Hát alatta meg nem tudom, hogy mennyi ideig lehetne szopni a szopókát, nyalókát, de... Te most Ényekének az én, az én, én nyalókámról beszélsz. Hát, <coughs> meg kell, hogy mondjam őszintén, amióta uh, előjöttek ezek az ízületi problémáim, és nem uh, edzek, azóta én sem tudom, hogy a pocak alatt mi van. Tükör. Mi érted? Tükör. Tükör, <laughs> Tükör. <laughs> igen, igen, az az egyetlen van. egy meg De nevérország. <laughs> de nevér <ország. laughs> De ne ország. Nagy, Na, de kavics, most. nagy kavics alatt lakik a béka? Na de majd de most. <gül> <gül> Tudod, az, hogy te, te az a béka vagy, akit ha meg, megpuszilok, akkor királyfivá változó. Nem én az vagyok, akit le kell szopni. <laughs> Úristen, de közönség. És a kiskorú hallgatóink fifika. Szerintem melyik adásunk nem volt eddig 18-as karikában. Nem nem nagyon látom. sikerült ilyet összehozni. Ugye, ugye? ugye. Én már amikor hegedűltél, én tudtam, hogy 18-as karika lesz. Krisztián, én kérek elnézést, nem, ez abszolút nem így van. Nem, nem. Szóval azon gondolkoztatok, hogy most meg kéne csináltatnunk már nekünk is a kis színes 3D-s magunkról? És, és franchise-ba tolni? Ilyen akciófigura? Igen. Már a akciófigura? Igen, a -a. igen, igen. Tudod, gyűjtsd össze mind a hármat. És akkor tudod, mint a Big bang volt, hogy de ez miért van dobozban? jó, úgy többet ér. De hát így sose játszatsz vele, és így kibontja. Mi csináltál? Csinálhatnánk Christmas Edition mindig a, a, a betérő vendégszereplőkkel. Ez meg cool. kapitány dns -e. <laughs> Akár klónozhatnám is. C csináljuk meg, fiúk, csináljuk meg. Én Kéne lá... egy, 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 3D nyomtató, és egy 3D letopogatjuk magunkat. De, igen, de igen. ilyen cég van mert hogy a, a VR-os srácok... De akkor nekem sose lesz 3D nyomtatóm ne ügyes. Ja, értem, tehát azt a Kingana meg kéne akkor most így magyarázni, hogy miért Persze, van erre szükség. Meg, Jó, figyelj, hopp. óriási üzletbe fogunk párosító akciófigurát. mert azért tetszik egyébként a dolog, mert például a, a VR-os fiúkat is ugyanígy ezzel a kézi ugye beszkennelték és most már tudnak színesben is 3D nyomtatni, és megcsinálnák. Kurva jól néz ki. Megcsinálnák. Hát egy kis Photoshopot, vagy valami ilyen 3D-s dologgal így, így hasban betolnánk Fifikát, meg engem. Téged egy picit csupaszítanánk szakálba. Vagy mondjuk a pulóveredet lecserélnénk egy zakóra, és akkor... Zakóra? És akkor... Ja várja, nem! Na ne, egy... öltöztetős kivitelben Ezt akartam mondani, mekkora lenne az meg? Lenne egy ilyen, egy olyan figura, ami a... a a találkozóra járós, akkor lehetne öltöztetni, hogy a, a templomba járós, akkor lenne egy perre hát járós. Mint a képregényhősöknek is vannak az ilyen különféle időszakok, amikor, mit tudom én, a most nem fog eszembe jutni csak az de hogy az X-meneknek is így szezononként változik a ruciuk. Rúci, azért hallott Fifika, mekkora arca van az meg, hogy lassan már Xavier professzorhoz fogja magát hasonlítani. <laughs> Várját, de a rozsomák. Ezt akartam mondani, hogy így az, az arcszűrzet alapján rozsomák. Hogy, hogy tudod, a kezünk, az egyik kezünk az olyan lenne, mint a legó figuráké, és oda mindig lehetne különböző modokat beledugdosni. Ja, és akkor meg kéne, tehát mit tudom én, kihoz mondjuk a, a nem tudom, provári egy új modot, akkor megkéri az engedélyt tőlünk, hogy ugyan mi legyárthassuk már a Provarinak az akciófigura változatát, amit majd bele lehet dugni otthonak is kezünkbe. Ez ki kéne az adásból vágnunk, is. mert ez kurva nagy ötlet, ezt meg kell csináljuk. <gül> 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 ja, ja, és akkor, akkor lesznek ilyen, ilyen kiegészítők hozzá, hogy ö, Mit tudom is én? Nekem lesz egy ilyen hangrögzítő, amit a kezembe lehet pattintani. Krisztiánnak lesz egy ilyen 300 oldalas fénymásolt... Anyag, amit így a kezébe lehet venni. A hóna alatt. Limited hón edition alatt. hegedű. Igen, oh, a limited a hegedű. Így van, így van. És Nem. lesz a luxus kivitel, amikor oktatáskában van a bírósági perérat. Nem, oktatáska nincs. Még megafon, még megafon tudok elképzelni. Megafon, jó, igen. a Illetve, jó, illetve be, is tudjátok, ilyen terepasztalos szerűen meg lehet venni a nagy készletet, ahol fifika dóci objektuma ö, kis birkákkal, kerítéssel, két kutyával, mondjuk Igen, Krisztiánnak meg nálam lesz egy, egy kis kosútér részlet edition, ahol kis projektort lehet majd föl... Hát ez... A történelmünk egy, egy darabkáját tudnánk így. Pazd meg! Ez kurva. És akkor ideje elkezdenünk múzeumban is gondolkodni, így, ha már, ha már ilyen terepasztalok vannak, és különféle reenactment kísérletek. Itt, itt van fifika. a fika. legdrágább, de a legdrágább gyerekek, azt tudjátok, hogy a, a, az Uránia mozi belülről az összes nézővel. Mm. <laughs> igen. És És egyesében meg lehetne venni az összes nézőt. Ú, ú család család limuzin mm. I, belül, igen, belülről. Ez zseniál. Igen, 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 igen. És a, hát az lenne a limited edition, tudod, hogy limuzin csak tíz darabban elkészítve hozzá éron. <laughs> Jennifer, de szigorúan csak ruhában. Tehát boris ismerve, nem csak ruhás akciófigurákat, mert aztán még összekombinálná mondjuk fifikát a rózsaszín tütükével. <laughs> abba biztos, abba biztos lehetsz, hogy hogy uh, ut utána ő megnyitna egy oldalt, ahol a a az ilyen összekombinált a cuccok fotóit árulná. Jó pénzért. Hát <híns> <híns> ez remek ötlet. Tegyük félre. <híns> Jó, már megint gazdagok lettünk. <híns> Szerintem lapozzunk valami értelmes... Azt akartam elmondani, hogy nem a közben a jutott eszembe, hogy az FDA idiótáskodik linket, nem raktam mellé, de ezt a minap olvastam, és azt hittem, hogy lefordulok a székről, hogy a, az Amcsi FDA az annyira elképesztően elmebeteg, hogy, hogy ilyet már rajzolni is képtelenség. Az megvan nektek, hogy kiadta az állásfoglalását az FDA, hogy miért tiltja meg az elcigi boltoknak, hogy tényekre alapozott megállapításokat tehessenek a termékeikre a vevők felé, mint például olyat, hogy kevésbé káros, stb. stb. Ilyenek. Na mond! Azzal indokolta, hogy ezek az információk összezavarhatják a vevőket. A túlzott tudás. Ez Esküszöm, esküszöm. Ja, te. hát most akkor tudom, hogy például a, a TPD-be miért írták azt, hogy a dohánytermékre nem lehet, a dohányterméken nem lehet föltüntetni a nikotin és a kátrány mennyiségét. Mert az egy megtévesztő információ. Ugyan én azt gondolom, hogy nekem jogom van tudni, hogy az, amit, az a szar, amit szív, szívok, az, mit tudom is én, 0,6 mg nikotin tartalmaz és 6 mg kátrány. De, figyelj. De nem, nem, nem. Lesz egy ilyen, tudod, egyforma csomagolás, már minden egyforma, nem lesz rajta föltüntető semmi, bemész a trafikba, tök üres, trafik, egy darab fekete zsák. Mit szeretne? Cigarettát? Nyúljon bele. Körülbelül Legyen ez most mondjuk ennyi. ennyi. Érted? És akkor a pénztáros egy ilyen három kockával kidobja az árát. 1616, vagy nem tudom én. Valami. Hát szóval, én nem, 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 komolyan mondom, ezeknek az embereknek hihetetlen módon el. Ez olyan, mintha úgy venné pálinkát, hogy nem tud az alkohol tartalmát. Tudod, és akkor mondaná a Pista, figyelj azt a kék címkéset, mert attól nagyon bebasztunk az este. Hát azt nem hiszem el komolyan. Hihetetlen, hát, ki... és ez vet hozzá, hogy miközben a dohánytermékekre, a cigarettára tilos ráírni, hogy melyik káros összetevőből mennyi van, addig az utántöltőkre irgalmatlan precizitással az összetevők mennyiségének sorrendjébe rá kell vésni mindent, hogy mi van De benne. mindent az ég adta, de mindent az ég adta világ. Tehát... <coughs> ez a... normál? Tehát ez a Margit. Normál. egyszerűen nem, nem, értjük a... Mert, mert ezt józan paraszt nem lehet fölfogni, és az ember ilyenkor vagy egy büdös nagy összesküvés elméletet gyárt mögé, mert hát mi, mi késztet embereket ekkora ökörségre? Mi, mi, mi mi az, ami a háttérben rángatja a szálakat? Trump. Érte? És csodálkoznak, hogyha ez Trump. a igen, az nem... igen, igen, <gül> <gül> igen. az ember néha nem szalonképesen mi, nyilvánul. Mi, mi, meg, miután fél, fél a Amerikát, illetve az amerikai agytrözt egy, mit tudom én, 20 részét kitiltott az usa ja, az meg innen nem lehet berepülni. Ráadásul úgy, hogy már levegőben voltak, az a legzseniálat. De a, az a másik, a másik hatalmas agymenése, az meg ez a határ, a, a, a mexikói határa, az meg betonfalat húzunk, amit kivel fogunk kifizettetni? A mexikóiakkal. Mexikói <laughs> ez az ember, az meg... Tudod, a szomszédom épít egy kerítést, és akkor tudod, így nézem, az meg, ez téglafalból a kertbe kerítést, és közben röhög. Mit röhög? És akkor főröki az utolsó téglet, hát szomszéd, ezt te fizetted, a micsodat? Hülye ja, vagy, van. Fiúk, én közben megkerestem, <höhem> és Krisztián, hadd kérdezzem meg, milyen magas vagy? 180. 180, oké. Okay. 1.12-ben az iClone-od, ez a neve iClone, bazd meg, 15 centi, 34.159 forint. Én egy picit magasabb vagyok, 196 centi, én lennék 16,3, 37.265 fifika. Ez lesz a következő 100, challenge az 100, meg a 170. 178 centi. 178. Akkor én nem létezik, hogy 180 centi legyek. Jó, akkor majd kérjük. Azt mondod, hogy figyelj, figyelj, nekem, de egyébként ez is egy 1,12, tehát az az igazság, hogy szerintem tök grandiózus lenne, lehet ez bazd meg egy a ba is kérni, akkor tudod, mint a... Nem, mert kiraknak minket kerti <laughs> Ezt akartam mondani, hogy mondjuk Fifi a kerti törpe editionben ö, 56 ezer forint lenne, de, de hogyha egy 12-ben nézem, akkor 32.607-es forint, tehát körülbelül egy ilyen százezerből kijönne a triumvirátus. Az azért mekkora betyár. Hát szerintem hagyjuk a faszba azt a mikrofonálvány neked. Ilyet kell. Tehát ez kurva jó, kurva jó. Hé, so, beszéltek oh. erről. Na, mondjad, még, még van. Legyen meg a saját 3D mini klónod, bazd meg. Azt mondja, a 3D szkennerrel 15 másodperc alatt beolvassák az adataidat, megcsinálják a szobrot, kinyomtatják egy poralapú színes 3D nyomtatóval, az elkészült szobor homokkő tapintású. Beszarok, basz. és És tényleg, tehát a, a, nem is az, hogy egy ilyen ócska piros valami, hanem a, a, a srác bőrszíne, a, a karja... Nem kézzel festett. Ne, nem érted? Most, ezt, ezt most már ezt most már kell nekem is tudni. Krisztián, most de ott van a linket bedobtam a közösbe. Krisztián, ja. olyan porral nyomtat, amilyen színű ott az adott pont. Tehát a farmered kék színű lesz, anyagában kék, a csukád anyagában zöld, vagy barna, vagy tök mindegy, a kardigánod barna, hát ez kurva jó. Na jó. Nem van. kézzel festett. Nem kézzel festett, most mondom. Á, de akkor ilyen a színek, én néztem ne, ilyet Christian, a Christian, World of Warcrafthoz csináltak ilyet. Krisztián, nem is tudod, hogy mi a faszomról beszélek, de már mondod a hülyeséget. Ott a videó, Igen. nézd meg. Ezt a végén még meg jó. is lakkozzák, tehát nem abszolút nem kopik. Ah, <sítható> oh, passzik, ez kurva. Cool. Hát ne, mi az, hogy cool? Ebből fogunk meggazdagodni? Ha. Legyen meg mind a három, tudod, mint a matricás albumok, vagy gyűjtsd össz, gyűjt össze mind a hármat. Kiadjuk majd a Véper magazint, aminek darabja lesz 40 ezer, de ajándékba kap hozzá egy ilyen action figurát. A három együtt ajándék Blackivel. <sítható> 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 azt, az, már tudod, hogyha ha egy picit így le, leül a vásárlási hullám, akkor lesznek ilyenek. És, és tudod mi van? És akkor mit vehetsz meg Blackie-hez kiegészítőt? Faszkorbács! Csapkodhatod a kis 1-8-as Blackit. Aztán belelkesedünk, berendelünk egy csomót, és senki nem fog venni, és úgy fogunk podcastelni, hogy itt ülünk, és saját magunk körül, saját magaink kicsiben... De akkor meg tudnánk csinálni, mint a Ken meg a Barbie, tudod, hogy mit a ferrari vagy ilyen, ilyen lovacskás téma, hogy a ló hátán ülsz, és úgy hegedülsz. Hát hajós ez... minden. Ja, mondjuk izévi fifikának ilyen Star trek ruhát adatunk rá, és akkor úgy szkennelik be. Birkanyíró edition, minden van. Azaz. Határ <coughs> a csillagoség. Spock fifika. Ó, Igen. Az Nagyon, tehát van, van, nekem van mindenem, spokos bögrém, nyakkendőm. Azt tudom, hogy nekünk, mehet, még ne nincsen, hogy nekünk még nincsen a mújóval, nincsen önmagát keverő bögrénk. Az nincsen, az tényleg nincsen. Értsd, ahogy gondolod, mert, mert így, szem, így, szemben van a polcom velem. Majd hónap lefényképezem, átküldöm nektek. No. Oh, egy úri ember vagy. Ala Andor. <gül> Igen. <gül> Ráírom a neveteket is, jó? Sajnálom, Csak hogy, hogy le, nincs évesz még évesz önkeverő a... bögrétek, de ha lenne ilyen lenne. <gül> Igen. <gül> Csak hogy össze, de érted? Hmm. Tehát, hogy jót nézzetek majd a fényképen. Jó. <laughs> Ha már így emlegettétek a, a szuper új elmebeteg amerikai elnököt, hogy hát, ha vaktyúk is találsz Szeget alapon, eddig egészen elképesztő dolog tényleg, amit, amit, amit kipottyant az agyából, de most a minap, azt be is teszem majd a linket, azt elfelejtettem, Clive Bates, David Swinner és még egy muki csináltak egy 8 pontos szakértői ajánlást, az elnök úrnak, hogy hogyan változtassa meg észszerű módon a, a, az FDA szabályozását, állítsa meg az FDA szabályozását, gondolják, gondoltassa újra ezt az egész ártalomcsökkentési történetet a, a dohányzás visszaszorításában. És mi, hogy egész masszív 20 oldalas kis szakértői anyagot raktak össze neki, és hát mivel Trumptól mindenki telik, hát ha még a végén erre is ráharap, és akkor ott a, a pocsolyán túl esetleg helyre kerülnek a dolgok, az, 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 beleférne, hogy a négy évén belül egy ilyen jó dolgot is csinálja. Kinézett belőle? <laughs> Figyelj, igazándiból dolgokat főrúgni tud. Ez nagyon főrúgná az ottani dolgokat. Hát, és nem. mekkora sungja lenne, ha egy ekkora kontinensnyi ország épészre térne az elektromos cigaretta és az ártalom csökkentés terén, az mekkora úzó erőt jelentetne. Én, hát csuliba vannak az újaim nyilván nem, az a, életemet nem tenném. Én is, is azt gondolom, hogy a Krisztiának igaza van, tehát hogyha ezt így Trump meglépné, akkor utána elhangozhatna Orbán Viktor szájából az a mondat, hogy és a legmagasabb világi helyről kaptunk fölhatalmazást arra, és közben uh, uh, DT uh, már előre tud így sikítva, ordítva, rohangásznak körbe a szobába, hogy ne, 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 ne mond ki! Arra, hogy az e Magyarországon az egészségesebb kategóriába soroljuk. <hums> Na ezt a mondatot fél lábon áld végig, míg várod. <hums> <hums> Oké. Okay. Jön 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 jön, 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 vigyázz, vigyázz. Na fiúk, off már elég volt, <coughs> berekeztük az ülést. Ó, maradt egy csomó témánk, de majd akkor marad jövő hétre. igazából egyik sem annyira sürgős. Spoilerezd. Nem akarok spoilerezni, majd jövő héten elbeszéljük. Sajtófigyelés a köbön mint ilyen. Ú, tényleg én itt a, ezt el is felejtettem mondani, hogy ugye én most szerdára terveztem, hogy elkészítem az újságíróknak szánt tudás csomagot, túlélő csomagot. Hát itt a de nem, internetlenség... De nem tudtad. igen, itt az internetlenség és a törvényszéki anyag között nem jutott rá időm, úgyhogy akkor ez megint csak a jövő hétre gördül. És nem ezzel kapcsolatban sajtófigyelés, hanem Bill Gorszá, óriási sajtófigyelő társadalmi szolgálata kerül majd többek között szóba jövő héten. Jó van, akkor köszönjük szépen mindenkinek, aki meghallgatta ezt a kicsivel több mint egy órányi agymenést. Jövő héten ugyanígy találkozunk, ugyanitt, aztán addig is legyetek jók, vigyázzatok a ónos esővel, illetve a jégen. Ennyi lett volna az eheti adás, mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Egy élmény volt veletek, sziasztok!